Kaganovskiy zenei esték címen indított kamarazenei koncertsorozatot a nagyváradi római katolikus püspökség. Az áprilisban indult kezdeményezés hamar népszerűvé vált különlegessége és újszerűsége miatt. A kezdeményezők Artur Hegedű és Eszter Kaganovskiy brácsaművészek azt szerették volna, hogy méltó folytatói legyenek a palotában közel 250 évvel ezelőtt megalapozott komoly zenei életnek. Így zajlik egy hétköznap délelőtt a három éve New Yorkból Nagyváradra települt Kaganovskiy zenészházas pár otthonában. Az orosz származású Artur és a székelyudvarhelyi Eszter Yves Sibelius C-dur duóját próbálja. A sebeskörös parti várost a honvágy, a család közelsége miatt választották, és hogy a rendszeres kamarakoncertek hagyományait felelevenítsék. Több mint 10 évet éltünk együtt New Yorkban Arturral, és bizonyos szinten úgy vágytunk is egyfajta nyugalomra, de ehhez mindenképpen hozzájárult az, hogy körülbelül olyan 3-4 alkalommal jártunk haza évente szüleimhez, ugye, mert szüleim úgy székelyudvarhelyen laknak, és édesapám és édesanyám is, és bátyám a kolozsvári magyar operában énekel. Mivel ők nem terveztek kiköltözni, ezért nehéz volt azt, hogy mondjuk napi szinten is közelebb legyünk. Abból, amit tanultunk, amit az a tapasztalat, amit megszereztünk, hogy hogyan tudnánk megosztani a környezetünkkel. És ezért talán érdekes is egy kicsit, hogy ha már a nagyváradi palotát most restaurálták, akkor valamilyen szinten ez a hagyomány is restaurálódik. Nagyváradon a püspöki palotát építető Patacsics Ádám püspök kinevezésekor hozta magával Michael Haydnt, a híres zeneszerző Joseph Haydn öccsét, aki a püspöki zenekar karmestere lett. Ő alapozta meg a zenei életet Nagyváradon. A Kaganovskiy zenei esteket áprilisban Böcskei László megyés püspök támogatásával indították el, aki úgy véli, az egyházi szolgálat mellett meg kell teremteni a találkozások helyeit, lehetőségeit. A zene pedig az egyik legmegfelelőbb eszköz arra, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. Amikor láttam a nem csak az érdeklődést, hanem a találkozásoknak az örömét is, akkor valahogy úgy megerősödött bennem a meggyőződés, hogy ezt nem kell abba hagyni, hogy ezt jó, hogy tesszük. Küldetésünk az, hogy az embereket megszólítsuk, az emberekhez elvigyük az örömhírt, a szépnek az üzenetét, és hogy közelebb tudjuk hozni egymáshoz az embereket. Ez úgymond evangelizációnak egy szép lehetősége. Artur Kaganovskiy hegedűművész tehetségét már gyermekkorában felfedezték. New Yorkban Isaacstein a 20. század egyik legjelentősebb hegedűművésze és kortársai tanították. Az élet megélésére a zenén keresztül. Rendkívüli örömmel töltött el, amikor Böcskei László megyés püspök felkarolta kezdeményezésünket. Jelesül, hogy egy szakmailag, zeneileg színvonalas kamarakoncertsorozatot akarunk létrehozni, ami hiánypótló ebben a városban. Ennek a lényege az együtt és az örömzenélés. Hiszen mi rendkívül szeretjük és élvezzük, amit csinálunk. Megtiszteltetés, hogy egy ilyen reprezentatív helyen tehetjük. És ha ebből az örömből át tudunk adni egy kis szeletet a résztvevőknek, akkor már elértük a célunkat, mondja a hegedűművész. A repertoárban többek között Mendelssohn, Brahms, Schubert, Beethoven művei hangzottak el. Legutóbb Johann Sebastian Bach dallamok szóltak 20 fős kamarazenekar előadásában. A kamarazenekarba aradi, temesvári, nagyváradi, kolozsvári zenészeket is bevontak. Mi még szoktunk a kamarazenekarral, a kolozsvári kamarazenekarral turnézni Svájcban. Ott is ilyen nagyon-nagyon régi templomokban játszottunk, és hát ugyanazt megismételni itt, Romániában, itthon, hát ez egy nagy élmény, és nagyon élvezetes nekünk. A sorozat mellett cél az is, hogy egyre több tehetséges fiatalnak is teret adjanak, és rendszeres leckekoncerteket indítsanak a nagyváradi püspöki palotában.